Budaörsre hívták a feltételezhetően baloldali értelmiségnek, és politikai könyvet olvasóknak szánt, a második Orbán kormányt élesen kritizáló tanulmánykötet két címzetes alakját, Magyar Bálintot és Bárándi Pétert. A korábbi szocialista-liberális kormányokban posztot birtokló, volt oktatási és volt igazságügyi miniszter, a Magyar Polip címet viselő, a szervezet felvilág jeligével ellátott, ellenzéki szemléletű könyvet népszerűsítették a Friedman házban. Ebben a politikai könyvben olyan témák vannak, amelyek közvetve vagy közvetlenül azért nagyon sok ember mindennapjait érintik, hiszen nem mindegy, hogy mi lesz a sorsa a befizetett adóforintjainknak, nem mindegy, hogy a jövedelmek megoszlása milyen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek érdekes témák. A könyv szerint a Fidesz a 2010-es választást követő kétharmados többség birtokában egyre inkább megvalósuló magyarországi hatalmi rendszere nem valamiféle eltévejedés, hanem önálló, a nyugat-európai demokráciáktól tudatosan eltérő társadalmi modell. Ami Magyarországon kialakult, illetve jó néhány volt szovjet köztársaságban is, az azért nevezük maffia államnak, mert ott egy politikai vállalkozás ragadja meg a gazdasági pozíciókat, és aknázza ki, és maffia államnak azért hívjuk, mert nem a maffia illegális eszközeivel éri el ezt, hanem a államhatalom teljes fegyvertárával. Nyilván örökben is felmerül a kérdés, hogy vajon egy a korábbi vezetőelithez tartozó politikus milyen indítatásból ír, illetve szerkeszt meg egy a jelenlegi törekvéseket erősen kritizáló kötetet, különösen a kormányzati ciklus vége felé. A könyvben bírálja egyébként az előző kormányok tevékenységét is, de egy minőségi különbséget tesz. A korrupció folyamata és jelensége természetesen jelen volt sajnálatos módon a rendszerváltás óta, bizonyos értelemben előtte is, hiszen a szocialista rendszer kis korrupciós mechanizmusok tömegére épült fel. Magyar Bálint a kötettel azonos című 80 oldalas bevezető tanulmányában részletesen kifejti a könyv alapgondolatát, azt, hogy szerinte a 2010-es választást követően egy új típusú társadalmi rendszer van kialakulóban Magyarországon, amit ő posztkommunista maffiaállamnak nevezett el. Arra a kérdésre, hogy egy korábbi bevallottan az emberek megtévesztésére építő vezetés képviselői milyen mértékben tudnak hitelt érdemlően kritikát megfogalmazni a politikai hazardírozásról, a miniszter így reagált. Természetesen lehet bírálni a korábbi kormányokat is, mondjuk a túlzott költekezés miatt. Tényleg túlzottan költekeztek, de azért látnék, hogy ez a túlzott költekezés, ez nagy részt 50%-os béremelés, 13. havi nyugdíj, meg ilyenekben nem bírt el az ország. Felelőtlen volt. Magyar Bálint, az SZDSZ alapító tagja és a kötet főszerkesztője szerint nem csupán felelőtlen a mai kormány, sokkal inkább a keresztapával hasonlítja össze a kormányfőt. A nevével hirdetett, a szerző által szociológiai publikációnak címkézett könyvben. A Közéleti Klub eseményét a budaörsi MSZP hirdette meg.